Itt a Fazekas iskola ünnepés átadásán találkoztunk Tuzson Bence országgyűlési képviselőúrral, és megragadnám az alkalmat, hogy két témába kérjek öntől interjút. Hallottuk, olvashattuk különböző helyeken, hogy ismét egy nagy projekt lesz, amiben részt fog venni a Dunakeszi járműjavító, ez pedig a metro motorkocsinak a felújítása. Gondolom, hogy önnek is van némi szerepe abban, hogy majd ez a megbízás ide érkezik Dunakeszire. Mit lehet elmondani, milyen volumenű lesz itt ez a munka? Tehát három olyan beruházás valósul meg, illetve megbízás lesz Dunakeszin, ami nagyon fontos. Az egyik a KAF-nak az ilyen megbízása, ami a budapesti villamosokra vonatkozik. A budapesti villamosoknak a gyártása fokozatosan, lépésről lépésre kerülhet át Dunakeszire, illetve Dunakeszi bizonyos elemeket meg tud valósítani ebben a beruházásban. Ez az egyik nagyon fontos dolog. Ennek a képességnek a megszerzéséhez szükség van az állam segítségére, és az állam most hitelformájában ad is 1 milliárd forintot a gyárnak annak érdekében, hogy fel tudjon készülni műszakilag a gyár erre, és attól kezdve, hogy a gyárnak lesz ilyen képessége, a jövőben a villamosgyártásba jobban be tud kapcsolódni. Ugyanez a fejlesztés azonban kapcsolódik valóban egy másik megbízáshoz is, ami a metrókocsiknak, tehát a hármas metrókocsijainak a felújítását jelenti. Ez egy nagy volumenű megbízás Dunakeszi számára, hiszen ez 50-60 milliárd forint körül van az egész beruházás, és ennek körülbelül az egyenegyede fog Dunakeszire kerülni, tehát egy 10-12-13 milliárd forintos beruházás lesz itt, ami nem beruházás, megbízás lesz itt, ami meg tud valósulni. Ennyi munka lesz itt a gyárban, várhatóan a szerződés aláírása most van folyamatban. Ez jelenti azt is, hogy növekedni fog a létszám, de hát várható az, hogy új munkahelyek teremtődnek? Ugye az első és legfontosabb lépés az volt, amikor az állam megvette ezt a gyárat, és ez volt a célunk, hogy a munkahelyeket őrizzük meg, és amennyiben szükséges, és amennyiben lehetőség van rá, akkor bővítsük a munkahelyeknek a számát. Igen, ez egy nagyon fontos cél, hogy a gyár visszanyerje a régi fényét, és egyre többen dolgozzanak ott, hiszen most olyan 400 körül dolgoznak ebben a gyárban, és azt reméljük, hogy ez akár meg is duplázódhat. Sőt, hogyha az álmaink teljesülnek, és van egy egyiptomi vasúti projekt is, amin részt vesz most a magyar állam, illetve Dunakeszi, a ganzzal karöltve, hogy megvalósulhasson ott egy megbízás az egyiptomi állam részéről, ebbe az állam, mint magyar állam, mint finanszírozó is beszáll, hiszen az Exim Bank segítene az egyiptomi államnak a tekintetben, hogy ezt a megbízást ki tudja adni, akkor több száz vasúti kocsinak a gyártása kerülhetne ide Dunakeszire, hát ez egy nagyon nagy vonulmenő megbízás. Ezt úgy kell elképzelni, hogy ekkora megbízás Európában nincsen, mint ami itt szóba kerülhet, hát lássuk azt, hogy tényleg lesz-e belőle valami. Ez nyilván az egyiptomi kormányon is, illetve az egyiptomi államon is múlik, és hát múlik azon is, hogy képesek vagyunk-e ennek a kihívásnak megfelelni. A műszaki paraméterek adottak, Dunakeszi képes rá, hogy ezt a megbízást ellássa, ebben az állam segítsége is benne lesz, ebben a hitelben, amit az előbb említettem, illetve további segítségre van szükség, akkor az állam segítséget fog nyújtani Dunakeszi város számára, illetve hát ilyen formában a gyár számára, hogy erre ezt a képességet megszerezze, és hát ez tényleg több száz új munkahelyet fog jelenteni, egy tartós megbízás, hiszen több száz vasúti kocsinak a gyártása az egy hosszú távú megbízás, egy hosszú távú segítség az emberek számára, a gyár számára és a Dunakeszi számára. Hát reméljük, ez valóban egy nagy lendületet adna a településnek. És akkor most térjünk át egy olyan témára, ugye országos politika, és nem nagyon szoktunk erről helyi szinten beszélni, de nem mehetünk el amellett szó nélkül, hogy mától lépett érvénybe az az új törvény, amely megszigorítja az illegális határátlépőket. Ön Fidesz frakció szóvivőjeként nagyon sokat nyilatkozik e témában. Mit remélnek ettől, hogy most már megszigorították a határ átkelést, a határ átlépést? Egy hármas védelem áll fenn a magyar határon mostantól kezdve. Egyrészt van egy műszaki védelem, ami azt jelenti, hogy a határzár lassan teljes egészében elkészül, roham tempóban készül a kerítés a határon. A másik egy élő erő, akinek védeni kell magát, ezt a határzárat is. A harmadik elem pedig, amit az országgyűlés legutóbb teremtett meg, illetve lesz még egy lépés e tekintetben, amikor még a honvédséget is oda lehet vezényelni a határ mellé, az a jogi erő, a jogi kerítés, mondhatjuk így, egy újabb lépés, a harmadik védelmi vonal is megvalósul. Ez a hármas kell ahhoz, hogy Magyarországot meg lehessen védeni. Azért beszélek Magyarország megvédéséről, mert nagyon sok minden történt az utóbbi időszakban. Láthattuk azt, hogy illegálisan a zöld határon keresztül az egész Európai Unió területére, de jellemzően Magyarország területére is be lehetett jönni. Ez sajnos a korábbi jogi környezet és az európai jogi környezet segítette, tehát a szabály az volt,
az Európai Unión belül, hogy aki egyszerűen átsétál a határon, felteszi a kezét és csak annyit mond, hogy én menekült vagyok, az onnantól kezdve szabadon mozoghat az Európai Unió területére. Mi most azt a lépést tettük meg, hogy megalkottuk az úgynevezett... Mi most megalkottuk az úgynevezett biztonságos országok listáját, amin szerepel Szerbia is. Tehát Magyarország szempontjából Szerbia egy harmadik biztonságos állam, aki onnan lép be Magyarország területére, azt úgy tekintjük, hogy egy biztonságos államból érkezett. Ennek megfelelően az ő menedék kérelmét el is fogjuk utasítani. Nem véletlen picit megváltozott a helyszín, láthatják a nézők, hiszen közben az iskolába ugye kicsöngettek, és a gyerek zsivajtó picit nehéz lenne folytatnunk, de ez egy fontos téma, és beszéljünk még egy pár mondatot róla. Mindettől mit remél a kormány, mit remélnek önök, mennyire fog megváltozni ez a irdatlan áradat, ami elöntötte az országot? Egy korszakot zárunk le ezzel, tehát mostantól kezdve egészen más szabályok érvényesülnek Magyarországon, és arra számítunk, és azt szeretnénk, hogyha a szabályokat be is tudnánk tartatni, tehát aki Magyarországra kíván jönni, az keresse meg azokat a helyeket, ahol egyébként ez törvényesen megteheti, tehát nem csak átsétálva az ország határán, az zöld határon. A mai napon várhatóan a magyar kormány ki fogja hirdetni a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzetet, ez egy jogi kategória. Ennek megfelelően az eljárásrend is fel fog gyorsulni. Ebben az új eljárásrendben, ha valaki be akar jönni Magyarországra, ott lesznek olyan pontok a határ mentén, ami hol beadhatja a kérelmét, a menekült kérelmét, és ezeket a kérelmeket gyorsított eljárásban el fogják bírálni. Azt fogja megállapítani a magyar hatóság, hogy van-e olyan ok, ami a kérelem befogadásának elutasítási oka. Jellemzően ilyen, hogyha a harmadik biztonságos országból érkezett, azaz arra számíthatunk, hogy aki Szerbiából érkezik meg, annak a kérelmét jellemzően el fogja utasítani a magyar hatóság. Ez azt jelenti, hogy aki ide átjön illegálisan, annak a kérelmet már Szerbiába be kell nyújtania? Aki ide bejön Magyarországra, annak be kell nyújtani a határsávban a kérelmét, tehát az fizikailag a Magyarország területe, de mondjuk így, hogy még a kerítésen kívül be kell nyújtani a kérelmét. Ha a kérelme elutasítást nyer, abban az esetben kiutasítás lesz a vége, tehát az azt jelenti, hogy valóságban Magyarország területére nem fog tudni bejönni, és nem fog tudni szabadon mozogni az Európai Unióban. Amennyiben ezek a rendelkezések, ezek a törvénykezések mégsem váltják be hozzáfűzött reményeket, de hát más úton, módon mégiscsak tömegek fogják tudni ellepni az országot, akkor van-e bármilyen előkészületben, bármilyen válsággal kapcsolatos újabb intézkedés? Folyamatosan figyelemmel kell kísérni a helyzetet, most is ez történik, tehát a magyar kormány és az országgyűlés is figyelemmel kíséri a helyzetet, és abban az esetben, hogyha nem várt események következnek be, akkor természetesen a magyar kormány és a magyar országgyűlés azonnal lépni fog. Köszönöm.